Az ablakok már a helyükre kerültek az új nagykánói bölcsődében. A belső munkákat végzik az épületben. Egy műszakilag nagyon jó tartalommal sikerült megálmodni is. Horváth Tibor, Nagykánó polgármestere azt mondta, hogy a három csoportszoba mellett nagy foglalkoztatót és sószobát is kialakítanak a bölcsődében. 36 férőhelyes, három csoportszobás bölcsődét építünk, amint a sajtótájékoztatón ugye elmondtam, van egy különlegessége, ami egy előrelépés mindenféleképpen nálunk, egy nagy foglalkoztató szoba, ami több mint 50 négyzetméteres és szeparálható, egy mobil fallal, ami hangszigetelt, ezáltal akár két külön foglalkozást is lehet tartani a helyiségekben, emellett sószoba lesz, és szeretnénk a már meglévő, városban működő bölcsiseknek, kisgyerekeknek futó foglalkozásokat áthozni, annak otthont adni, illetve szeretnénk nagyobb hangsúlyt fordítani itt az egyéni fejlesztésekre, és lehetőséget adni a csoportos fejlesztéseknek is. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, nem csak Nagykállóban épül bölcsőde. Összesen a térségben 15 intézmény épült vagy épül. Hála Istennek! 15 bölcsődével gazdagodott a választókerület. Ez egy 30-32 bölcsődei csoportszobát jelent. Ugye egy csoportszobában testvérek között is 12 gyermek fér el, és ilyen formán a választókörzetbe a legszükségesebb igények azok kielégítésre kerültek. Azonban fölhívnám a figyelmet nagy tisztelettel, hogy újra ki van írva a területfejlesztési operatív program plusz nevezetű uniós pályázat, ahol bölcsődéket is lehet pályázni. Több nagyobb önkormányzat jelezte már, hogy szeretne bölcsődét építeni, okulva a többi önkormányzat sikerén. A nagykállói bölcsőde jövő tavasszal készül el. Három csoportszobában összesen 36 kisgyermeket tud fogadni az intézmény.